Én úgy kezdtem el hegedülni, hogy a nővérem már Miskolcra járt egy magántanárnőhöz, a Lenke nénihez, aki később kikerült Finnországba, és a szüleim ugye mindig vitték a nővéremet zongoraórára, és engem is mint egy kis csomagot cipeltek, mert nem tudtak hova tenni. Én annyira imádtam a zongorát, hogy ha hazamentem, akkor én többet zongoráztam, mint a nővérem. Megnézte a kezemet a Lenke néni, azt mondja, hát inkább hegedüljek, mert hogy nekem a kezem pici, és hogy ő azt javasolja, hegedüljek. Úgyhogy az első adandó alkalommal beírtak hegedülni. A zongora amúgy szerelem maradt, ugyanúgy, amit megtanultam gyerekkoromban a hegedű darabokat, már rögtön a zongora kíséretét rögtön megtanultam, annyira szerettem. De hát a szüleim is nagyon szerették a zenét, a papám maga ilyen autodidakta módon hegedült, kórusba jártak, és színdarabokban, meg előadásokon vettek részt, úgyhogy nálunk a zene az nagyon fontos volt. Felvettek az AHZ-ba, az Állami Hangversenyzenekarba, meg a Magyar Virtuózok Kamarazenekart, amikor megalakult, abban alapítótag voltak. Volt egy időszak, amikor csak zenekari zenész voltam, és aztán utána az Állami Hangversenyzenekart 2000-ben otthagytam, felmondtam, és akkor kezdtem el igazán tanítani. 2000-es évtől tanítok úgy konkrétan, folyamatosan. A Szentendrei Zeneiskolában, aztán itt Pomázon. Itt is Pomázon helyettesítettem először a Molnár Zsófit, aztán végleg maradtam. Itt most 11 növendékem van Pomázon. Általában 11-12 növendék szokott lenni így, és Szentendrén is körülbelül ennyi növendéket tanítok.